Jabet Williams, Molnár Zsuzsa, Tom Skerritt, Kristóf Tibor. Gyerek az éjszakában. Zenéjét szerezte Mark Snow. Fényképezte Gerald Hirschfeld. Meddig maradunk itt, apa? Shh, look. Apa, mi volt ez? Semmi különös. Csak a tenger. Írta Michael Petrajeni. Rendezte Mike Raub. Mehetünk. Kiveszek néhány papírt a széfből, aztán itt sem vagyunk. Miért szeretnél, apa? Mire gondolsz? Pizzára. Nagyon éhes vagy már, ugye? Tudod, milyen pizzát szeretnék? Áncsóvisat. Fúj, miért? Azért, mert senki sem szereti. Azt mondják, szeretnék egy pizzát áncsóvi nélkül. Én megkóstolnám. Biztos? Lehet, hogy az emberek tudják, milyen rossz. Nem baj. Miért is ne? Te tudod, hogy milyen íze van? Luke, bújj a szék mögé! Apa, mi volt ez? Csináld, amit mondtam, és bújj a szék mögé! Meg ne mozdulj! Szóval azt mondtam a főnöknek, ide figyelj, a múlt hónapban duplájára emeltem a forgalmat. Ezért most megérdemlek egy hét szabadságot, és azonnal fizest ki a jutalékom is. Tudod, mit mondott? Készpénzben vagy csekk is jó lesz? Nem, hanem két hét szabit adott. Akár már te is nyithatál egy klubot. Az nem lenne nekem való. Hát lehet. Talán igazad van. Adhatok órákat. Ha ez a pacemakered, akkor talán jobb van. Bocsáss meg. Mondd még egyszer, Harv.
Valakit megöltek. Szükségünk van egy pszichológusra. Miért? Egy gyerek a szemtanú. Akkor menj te oda. Igen, de itt van nálam Mrs. Watts 8-ig. Aztán jön Albert, akivel szerintem legalább 2 órát kell majd foglalkoznom. És ha nem vagyok itt, talán... A Harv, megegyeztünk, emlékszel? Tudom, de Mark szabadságon van, és... Nem tudok mást elküldeni. Nagyon fontos, mit csinálsz most? Egy randevú közepén vagyok. Akkor azt nyugodtan megszakíthatod. Jó vicc, hónapok óta erre készültem. Jackie, a rendőrség bennünket akar. Mióta beléptél hozzánk, nagyon megnőtt a forgalmunk. De amikor beléptem, kikötöttem, hogy gyereket nem. Tudom, utálom magam érte, de arra kérlek, nagyon szépen kérlek, csak most az egyszer. Távolíts el innen az embereket, minél gyorsabban, hátra a kordon mögé. Menjenek, kérem! Menjenek! Hátrébb, gyorsan! Különben eltapossák az összes nyomot. Hickman, hol van Bász? Ott van hátul a mentőknél. Menjenek már a kordon mögé! Tehát akkor látta utoljára a férjét, amikor elindult a fitness klubba. Így történt, Mrs. Winfield? Úgy volt, hogy elmegy Luke-kal vacsorázni. Azt mondta, csapnak együtt egy görbe estét. Tudom, hogy nem könnyű magának, Mrs. Winfield, de... a fiának. Önre van szüksége. Mit mondhatnék neki? Mit csináljak? Bász! Csinálni kell a gyerekkel valamit. Nem akar eljönni onnan. Már többször megpróbáltuk elcsalni a halottól, de képtelenség. Az anya használhatatlan. Mi van a búvárokkal? Ha a gyilkos szerszámot a vízbe dobták, az már Alaszka felé járhat. Hol vannak? Itt vannak annál a fulladásos esetnél. Fulladás, Hickman? Ez meg egy gyilkossági ügy. Jó nevű doktor belefulladt a tengerbe, és most ott vannak. Felhívtátok azt a pszichológust. Persze, már rég. Akkor hol a fenében van? Á, itt vagyok. A Rosen és társától jöttem. Én vagyok a pszichológus. Sajnálom, hogy ide kellett rángatnunk, hölgyem. Tudja, egy vacsoráról jövök. Mi köze a gyereknek az ügyhöz? Nos, a neve Luke. Még csak 8 éves, és abban az irodában volt, amikor az apját meggyilkolták. Lehet, hogy látott valamit. Luke, a nevem Jackie Hollins. Bajba jutott embereknek szoktam segíteni. Most azt hiszem, nagy bajban vagy. Ez apa. Tudom. Nem gondolod, hogy beszélgethetnénk? Nem! Muszáj vele maradnom. Egész eddig vele voltál. És nagyon jól tetted. De most ide kell engedned a rendőröket. Nekem meg elmondhatnád apa helyett, hogy mi történt. Nem hagyhatom itt. Meg fog fázni. Így nem. Most már biztosan nem fog. Hol bújtál el, Luke? Apa mondta, hogy bújjak el a szék mögé. Nagyon mérges lett volna, ha nem csinálom meg azt, amit mond. Hallottál valamit? Csak a tenger hangját. Egész biztos, hogy nem láttál semmit? Nem. Tényleg nem láttam semmit. Luke, mi történt a kezeddel? Csak elvágtam.
Úgy volt, hogy eszünk egy pizzát. Ó, elnézést. Van még valami? Igen, csak meg akartam köszönni, hogy segített nekünk. Nagyon okos volt, hogy betakarta a kabátjával az apját. Hirtelen ötlet volt. Csak egy egyszerű pszichológiai fogás. De használt, és nagyra értékelem, Miss... Kössék be a fiú kezét. Van valami? Új lenyomatok mindenfelé. Erőszakos behatolás csak a madár részéről. Hát ez itt? Ez vér. Hello, hogy vagy? Kösz. Csak nincs baj. Ó, Jackie, Harvey látni szeretne. Azt mondták, kerestél. Jackie, jó, hogy jössz. Ismered a felügyelőt, ugye? Hello. Igen. Vajon mi szél hozta erre? Itt a kabátja, Miss Hollins. Kitisztítattuk. Köszönöm. Amellett a tegnapi ügyben is vannak fejlemények. Vérnyomokat találtunk az ablakon, megvizsgáltattuk. A fiújé. Tehát elképzelhető, hogy mégis látott valamit. Abból az ablakból tisztán láthatta a gyilkost. Sajnálom, ha így van. Miért? Maga hogy érezné magát a helyében? Borzalmasan. Ki akarnék futni a világból? Az a baj, hogy a fiú az egyetlen, aki segíthet nekünk. Hát, sok szerencsét. Jackie! Az van, hogy a felügyelő rád gondolt. Csak te segíthetsz a nyomozásban. Luke a tegnap esti nénit akarja. Nem vállalom, Harvey. És miért nem, hölgyem? Letörött a körme, épp menstruál, vagy mi baja? Mondja. Az nem a maga dolga. Téved, egy gyilkossági ügyben nyomozok. A maga cégének szerződése van a rendőrséggel, hogy az ilyen ügyekben a rendelkezésünkre áll. Akár tetszik, akár nem. Ezért jöttem most ide. Nem vállalom, Harvey, keressetek mást. Nem. Luke-nak maga kell. Nem érdekel. Nem velem szerződött a rendőrség, hanem a céggel, ahol dolgozom. Nekünk Miss Hollins kell, Harvey. Ha akarod, erről külön szerződhetünk is. Jackie. Kérlek, tedd meg. Itt az ideje, hogy elfelejtsd.
Nézze, talán túl makacsnak tűntem ott az irodájukban, de... Talán, nem is tudom. Csak mint egy figyelmetlen gyalogos, aki a pirosban akar átmenni. Szerintem jobb lenne, ha végre abba hagyná a hadakozást ellenem. Én nem maga ellen hadakozom, hanem az eset ellen. Már korábban is megmondtam, ez üzleti ügy. Oké. Okay. Az áldozat Scott Winfield, egy hajóépítő cég feje. Mit akart ott az éjszaka közepén egy 8 éves gyerekkel? Ez egy jó kérdés. Remélem Luke tudja. Ki kérdezte már a kollégáit? Még nem. Valami szakszervezeti balhéjuk van, és a fiú jobban érdekelt. Á, világos. Ki akar belőle passzírozni egy nevet akármilyen áron? Miért? Valami különleges bánásmódot igényelne? Én nem értek a gyerekekhez. Nézze, engem nem érdekel, hogy maga ért hozzájuk, vagy sem. Az sem érdekel, hogy utál. Megkeressük a fiút, és kiszedi belőle, hogy mit látott. Egyébként mire célzott Rosen? Hogy érti? Mit kell magának elfelejtenie? Korábban gyerekpszichológus voltam. A férjem szülei építették a házat, amikor ide költöztek Bostonból. Scott akkor még gyerek volt. Korábban halt már meg Luke-nak rokona? Elinor, Luke nagyanyja 2 éve halt meg. De az ehhez képest semmi nem volt. És most hogy van a gyerek? Nem tudom. Mrs. Winfield, ha egy fiúnak meghal az édesapja, az anyjára még nagyobb szüksége lesz. Én is tudom. Sajnálom. De olyan nehéz. Nos, tőlem még senki nem kérdezte meg, mit érzek. Az egész az én hibám. Oz? Itt van a hölgy, akiről Luke mesélt. Dr. Hollins. Jó napot, Oz. Az úr pedig... Bass felügyelő. Fogadja őszinte részvétem, Mr. Winfield. Számít az ember néha balesetekre, de... De ez... Meg szeretném magának köszönni, amit tegnap tett az unokámért. Remélem, tud rajta segíteni. Csak az én hibám, hogy soha többé nem jössz már vissza. Szia, Luke! Hello! Örülök, hogy újra látlak. Kivel beszélgettél az előbb? Apával. A Mennyországban van. És ha tényleg ott van, akkor beszélgethetünk, ugye? Miért is ne? Ezt apától tudom. Luke! Szeretnék feltenni neked néhány kérdést. Tudod, hogy mit keresett édesapád a széfben? Nem. Betört az ablak is. És te mit csináltál? Már megmondtam. Semmit. Az apukám azt mondta, hogy maradjak a szék mögött. És te nem maradtál ott, ugye? De ott maradtam. Luke, mondd meg az igazat. De hát nem láttam semmi. Felügyelő úr, nem lehetne... Mrs. Winfield, tudnom kell, hogy mit látott. Ha azt állítja, hogy nem látott semmit, akkor nem látott semmit. Luke, van kedved velem sétálni egyet? Csak itt a kertben. Remélem megérti, Mrs. Winfield, de muszáj kérdéseket feltennem. Ez a munkám. Igen, megértem. Jó. Milyen volt a kapcsolata a férjével? Teljesen átlagos. A rokonaival? Mi van velük? Apa és fia ideális üzlettársa. Az édesanyja akarta, hogy beszálljon az üzletbe. Oz először nem örült neki, de Elinor ragaszkodott hozzá. Oz majdnem beleőrült, amikor Elinor meghalt. És Scott nagyon szeretett dolgozni. Nem tudja véletlenül, hogy... A férje vajon mit keresett tegnap este a széfben? Scott nem beszélt nekem soha a dologról. Kérdezze meg a társait.
Bász felügyelő. Bobby Palaszek, ügyvezető igazgató a Winfield és fia. Palaszek. Julia Fiori, a menedzserünk. Felügyelő. Ő pedig Kurt. Kurt Conrad. Scott üzleti partnere. Valeri, felhívtad a temetkezési vállalkozót, megígérted? Mindjárt felhívom, oké? Kurt, a felügyelő úr azt szeretné tudni, hogy vajon mit keresett Scott tegnap este a széfben? Hát, fogalmam sincs róla. Valamilyen szerződést, iratot? Hát, tök mindegy, hogy mi az. A szakszervezet tette el láb alól. A hajógyári munkásoké? Igen, már évek óta agitálják az embereinket. Nem sok sikerrel. És mi kellett volna nekik a széfből? Semmi, ha jól gondolom. Tehát rossz helyen keresgélünk. Ki más ölhette volna meg? Scott egy szent volt. Én még nem találkoztam egyel sem. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy mindenkinek van legalább egy ellensége az életben. Állítom magának, hogy Scott Winfieldnek egy sem volt. Mi, akik ebben a szobában vagyunk, csak hálásak lehetünk neki. És ha én előbb találom meg a gyilkosát, mint maga, biztos, hogy megölöm. Bobby! Jól hallottad, megölöm! Bobby! Az Isten itt! Mutasd! Mint a gyerek. Ez valami családi szokás maguknál? Valeri, hozz kötszert, kérlek! Bár te nem értesz az első segélynyújtáshoz. Julia, hagyd már békén! Hogy vágtad el a kezed, Luke? Nem tudom. Gyerünk, fiúk! Gyorsan! A nyomunkban van! Luke! Wendy! Vigyázz! Ott a krokodil! Luke, mi a csodát művelsz? Játszom. Mit játszol? Semmit. Én vagyok Peter Pan, az elveszett fiúkkal. És Hook kapitány üldöz minket az embereivel. Komoly veszélybe kerültünk. De megmenekültünk. Ennek örülök. Szoktam ilyet játszani. Sokaknak nem tetszik. Mi, hogy ábrándozol? Szerintem nagyon jó. Menjünk! Épp most? Hát ez hihetetlen. Rendben, jól van, már is megyek. Mi van? A szakszervezet sztrájkkal fenyegetőzik. De hát tegnap halt meg Scott. A fenébe, szemetek. Eldugjam a poharam? Mr. Bass, meg kellene érteni a helyzetet. Mi nagyon régóta ismerjük Scott Winfieldet. Együtt jártunk általános iskolába. Mikor felvették a Bostoni Egyetemre, mi is oda jelentkeztünk. Bobbyval egy csapatban játszottak. Fantasztikusan tehetséges volt. És mindenit megosztotta velünk. Soha semmit nem fogadott el cserébe. Csak a barátságunkat. És most halott. Nincs ezen semmi nevetnivaló. Oké, igaza van, sajnálom. Ebben az évben kerültünk a Lauderdale-be. Tényleg? Emlékeztek arra a hotelre? Persze. Volt ott egy axűz, aki nem engedte, hogy egy szobában aludjatok. Scott azonnal töröltette a szobafoglalásunkat. Ti meg elmentetek sörözni. Aztán szobát foglalt mindannyiunknak a Dorálban. Mi is szeretnénk tudni, ki ölte meg. Ezt elhiheti? Nem fogom elfelejteni, Mr. Conrad. Rohadt szakszervezet! Bobby, mikor hagyod végre abba? Uralkodj magadon! Még hányszor akarod, hogy elmondjuk? Hagyd békén, haver!
Megkeresem Valerit. Miss Fiori? Mr. Winfield a szeretője volt. Egy szobában aludtak. Annak már több éve. Jóval azelőtt történt, hogy megnősült. Ó, tehát ezért nem jön neki Mrs. Winfield-el. Nem tudom, hogy miről beszél felügyelő úr. Mi egy boldog család vagyunk. Nézzetek rám, fiúk! Én vagyok az Luke! Játszottál Péter Pánost a papáddal is? Nem. Csak komputerjátékot. Tegnap is játszottatok? Igen, játszottam. Te győztél? Nem, apa. Mi bajod, Luke? Mi történt? Nem akarom elmondani. Tudod, néha sokkal jobb, ha kimondod azt, ami bánt. Én nem akarom, hogy jobb legyen. Az egyik születésnapomra, amikor kicsi voltam, kaptam egy babát. Nagyon drága volt, de megvették. Pedig szegények voltunk. Néhány hónappal később az egyik barátnőmmel játszottunk a farmjukon, és ott beejtettem a tóba. Teljesen elsüllyedt. Rémes érzés volt. A mamám megkérdezte, hogy hol az új baba, és én azt mondtam, hogy az ágy alatt. Szerintem tudta, hogy nem mondok igazat, de nem faggatott. Most már bánom. Mikor a papa nyert, azt mondtam, menjen el, és ne jöjjön vissza soha. És most nem jön vissza többé. A papád tudta, hogy nem gondoltad komolyan, hiszen el akart vinni pizzázni, nem így van. De. Mi történt, miután befejeztétek a játékot? A papa beszélt telefonon valamilyen papírokról. Aztán elindultunk vacsorázni. Milyen papírokról? Nem tudom. Azt mondta, benn vannak a széfben. Azután mi történt? Vigyázzon! Itt van Hulk kapitány! Menjünk! Gyorsan! Luke, Hulk nincs itt senki! Luke! Ott jön Hulk kapitány! Luke! Ő ölte meg a papámat! Sikerült kiszednie valamit a gyerekből? Azt nem mondanám. Á, nem mondaná. Jó, de hamarosan sikerül. A fiú szenved a poszttraumatikus stressztől. Ha látott is valamit, nem emlékszik rá. Pontosabban ez mit jelent? Azt, hogy amit látott, az nagyon fájdalmas, vagy ijesztő lehet. Nem éhes? Tessék? Mert tudok egy isteni éttermet. Hm? Ó, köszönöm, Lee. Isteni mi? Hé, a bakarú a legjobb hamburger egész Seattle-ben. Maga mit rendelt? Ó, talán salmonoből, de citronelt. Ilyen kajáról még nem hallottam. Fura neve van. Igen. Még nem is láttam mosolyogni. Miről beszélgettek a fiúval egész délelőtt? Szerepjátékot játszik, ő Péter Pán. Ennek mi köze a gyilkossághoz? Szerinte Hook kapitány volt a tettes. Ez óriási. A krokodil meg a tettes társa. Segít majd beadni ezt az esküdt széknek is? Pán, valami balhé van.
Mi történt? Az Isten hangja. Hagyjon békén! Molesztáljon! Gyerek innen! Menjen, én azt mondom! Hogyan dolgozik? Ne molesztáljon! Hagyjon el a faszba! Menjen már innen! Nem érti? Menjen innen! Vigye innen az embereit! Emeljük sehova! Tudjanak innen a francba! Tahó, itt maradunk! És Bobby, most kit fognak Bobby, megölni? Ne ölünk meg senkit, haver! Ugyan már! Bobby, hagyd békén! Hagyd békén! Hagyja! Hagyja békén! Hagyja békén! Rendőrség! Elég! Hagyják abba! Nyugin, nyugin! Menjenek Tahó abba, hogy mondtam! Fogják le! Azt mondtam, elég. Miért avatkozik bele? Ki a fene maga? Iván Decker vagyok, a szakszervezet elnöke. Szeretném tájékoztatni arról, hogy jogunk van sztrájkolni. Hagyja a jogait, Decker! Nincs magában emberi érzés, ha? Hogy? Milyen emberi érzésre célzott? Adja meg nekem! Így szerették Scott Winfieldet! De maga gyűlölte! Ezért ölte meg! Én nem öltem meg Winfieldet, de ha tudni akarja, egyáltalán nem sajnálom! Elég! Hagyják abba! Tartóztassa le ezt az őrültet! Maradjon ott! Tisztázzunk valamit! Szeretne jegyzőkönyvet? Arról, hogy rúgta segbe valaki, akinek hátra volt kötve a keze? Menjenek a fenébe. Most rögtön. Gyerünk, menjünk a pokolba. Vigye az embereit, és ne jöjjenek vissza! Ez a műhely csarnok úr. Hatalmas vállalkozás lehet. Oz Winfield alapította, ugye? Igen, így van, de Scott nélkül nem ment volna semmire. Ezt hogy érti? Scottnal kitaláltuk, hogy olyanok leszünk, mint a Ford, vagyis hogy rengeteg hajót dobunk piacra. Szóval... mit szeretnének látni? A szerződéseket. Nem volt vitás esetük? Nem, sajnálom. De még nincs benne gyakorlatom. Van maguknál házkutatási engedély, vagy hogy is mondjam? Azt hittem, tudni szeretné, ki volt a gyilkos. Persze, sajnálom. Attól félek, nem találunk más, csak jelentéseket. El vagyunk issé maradva a papírmunkával, tudja. És mi van Winfield titkárnőjével? Talán ő tudna segíteni. Csak néhány hete dolgozik nálunk. Nem hiszem, hogy Scott bármibe is beavatta volna. Sharon talán, de az új lány nem. Ki az a Sharon? Sharon O'Bannon, Scott személyi titkárnője. Mi történt vele? Kilépett néhány héttel ezelőtt. Nagyon sajnáltuk, hogy így döntött. Bobby korábban randevúzott vele. Hey, bass! Gyere egy kicsit. Ugye az áldozatot leszúrták? Azt hiszem, megtaláltuk a gyilkos szerszámot. Mi az? Emelő horog. Én tudtam. A szakszervezetisek voltak. Tedd el és küldd be a laborba. Kapitány. Meg vagyok döbbenve, Hollings. Bár lassan dolgozik, kiderült, hogy a gyerek mégiscsak látott valamit. A horog? Mit bizonyít az? Véletlen egybeesés. Mikor megláttam az elvágott kezét, már tudtam, hogy látott valamit. Csak nem mondja el nekünk. De tudja, hogy ki a gyilkos. Lehet, hogy tényleg tudja, csak még nem képes kimondani. Csinált már korábban hipnózist? Igen, de gyerekeknél nem működik. Talán most mégis működik. Meg tudja csinálni, ugye? Korai, várjunk még vele. Nincs több időnk. Minél tovább húzzuk a dolgot, annál kevesebb az esélye annak, hogy elkapjuk a gyilkost. Rám ebben ne számítson. Akkor keresek más valakit. Most szeretném, ha lazítanál,
Én első osztályú hipnotizőr vagyok. Oké? Azt hittem, Dr. Hollins fog hipnotizálni. Hát igen, de ő inkább azt akarta, hogy én csináljam. Nem félsz egy cseppet sem, ugye? Nem, uram. Mi történt azután, Luke, mikor a madár berepült? Leoldottuk a lámpát. Minden sötét lett. És azt mondta, bújjak a szék mögé. Elbújtam. És utána? Hallgattam. És hallottál valamit? A tenger hangját. És aztán... Oda mentél az ablakhoz, hogy kinéz rajta. Igen. Mit láttál az ablakból, mikor kinéztél? Rendőröket, zseblámpákat és... Nem. Mikor a papád egyedül kiment. Mondtam már. Akkor elbújtam, mert apa azt mondta. Kaphatnék egy kis vizet, uram. Persze. Kösz, hogy nem vágta a fejemhez. Micsodát? Azt, hogy na látja, hogy megmondtam? Én megmondtam. Megenged egy kérdést, maga elvált? Igen, valóban nemrég váltam el. Miért? Akkor van két közös vonásunk. És mi a másik? A viszkit is szeretem. Az utca túloldalán van egy jó bár. Nem jól tájékozódom. Jeget? Ó, nem. Köszönöm. Ha megitta, nyugodtan távozhat, felügyelő úr. Inkább beszélgessünk, maga kíváncsivá tett. Na mondja, mi a fenét akar? Csak azt, hogy magára bízom a kezdeményezést. Most mostam hajat. Úgy értem, a fiúval ráérünk. És mi lesz a szemtanú vallomásával? Annak is eljön majd az ideje. Még egyszer elmondom magának. Engem nem érdekel. Mi a problémája? Miből gondolja, hogy problémám van? Van egy lencsenagyságú anyajegy a jobb vállán. Nem magára tartozik. Nem ismerek még egy nőt, aki egyedül inna. Igen, kissé sokat iszom. Bevallom, nem szégyellem. Ezen kívül a legfőbb bűne, hogy nem szereti a hamburgert. Felügyelő úr, ne piszkáljon, inkább menjen haza. Nem piszkálom, de van még valami, amit nem értek. Ha valóban gyerekpszichológus, miért nem akar gyerekekkel foglalkozni? Viszlát, felügyelő úr. Rendben. Akar még valamit? És mit üzen Luke-nak? Mit mondjak neki, ha megkérdezi, miért hagyta cserben? Na, mit mondjak? Persze, ez az én bajom. Hallott már a college általános iskoláról? Játszótér. Egy repülő lezuhant mellette. Nem mellette. Hanem rá.
szünetben. Évekig dolgoztam a túlélőkkel, akik átélték a borzalmakat, akik látták a barátaik szétroncsolt testét. Az egyik kisfiú megtalálta a húgát, a teste még a hintán himbálódzott, lassan, nem volt feje. Megtartotta a lánc. A házasságom tönkrement, teljesen begolyóztam. Nem vettem észre az előjeleket. Az egyik hatodikosom, egy pici lány, nagy zöld szemekkel és barna hajjal, megölte magát. Akkor teljesen bekrepáltam. Elvesztettem mindenem. Az eszem. A férjem. A hitem. Soha többé. Na és a többiek? Milyen többiek? A többi gyerek a college-ból, akik meggyógyultak. Az első randinkon ezt tette a vállamra. Ó, Valeri, drága. Semmi baj. Semmi baj. Luke, kicsim. Ne nézz így, kérlek. Nem tarthatjuk meg apa ruháit. Ne. De tudom, hogy ezt neked adna. Nem. Luke! Ellenőriztük annak a szakszervezeti górinak az alibijét. Többen is látták egy bárban. Az alatt valamelyik embere még gyilkolhatott. Igazad van. Az még legalább 500 gyanúsított. Nincs valami hír a papírokról? Winfield titkárnője még mindig keresi. Mi van azzal az előző titkárnővel, a Sharon O'Bannonnal? De állandóan hívogatja, nem veszik fel. Bász? Beszélj a szomszédaival. Hogy van Luke? Nos, nem rosszabbul, mint Mike Tyson ellenfele a 12. menet után. Igen, értem azt. Hello. Hogy érzed magad? Fáj a fejem. Szerencsés fickó vagy. Holnapra már kutya bajod. Luke, kérdezhetek valamit? Direkt rohantál az autó elé? Nem. De lehet, hogy jobb lett volna, ha meghalok. Ezt miről gondolod? Akkor apával lehetnék. Tudom, hogy azt szeretnéd. De itt a földön is sokan vannak, akiknek szükségük van rád. A mamád, a nagyapád. Maga? Én is. Ezt nem hiszem. Hagyta, hogy hipnotizáljanak. Luke, ha a mamád megengedi, elkísérnél engem egy helyre? Megtennéd?
hasamra tudom hajtani. Tényleg? Nem hiányzik a suli? Egy kicsit. Nem akarsz visszamenni? Nem. Miért nem nincsenek barátaid? Mert ők is kérdezősködnének. Szóval inkább elbújsz? Én is bújdostam. Sokáig. Miért? Történt velem valami. Talán nem az én hibámból, mégis nagyon nehéz volt túlélnem. Miért jöttünk épp erre a helyre? Mert pont ez az a hely, ami elől sokáig elbújdostam. Szaladjunk el innen. Ez nem jó ötlet. Tudod, mit gondolok? Ha elfutunk, az nem segít. A rossz dolgok jönnek utánunk, bárhová is futunk. Akkor hogy lehet tőlük megszabadulni? Szembe kell velük szállni, és egyszer csak már nem fogsz félni tőlük. Én is ezt csinálom. Nem lehet folyton elfutni. Te is gondolj így apád halálára. Így gondolj rá. Hogyan? Próbáld meg kibeszélni. Nem akarok többé beszélni. Oké. Akkor ne beszéljünk. Csinálhatunk valami mást. Nem szeretem a hipnotizálást. Én se szeretem. Mi lenne, ha rajzolnánk? Mik ezek? Könnyek. Értem. És miért csír Péter? Wendy is ezt kérdezi. Talán azért, mert nincs anyukája. De tudom, hogy azért csír. Mert elveszett az árnyéka. Ah, megnézhetem? Már, nagyon tetszik ez a kép, Luke. Hol van Hook kapitány? Az embereivel valahol kutatnak. Én azt hittem, az ablakban bámészkodik. Mi bajod, Luke? Nem rajzolom le Hookot. Túl félelmetes. Maga szerint meddig tarthat még? Csak Luke-on múlik. Ez a terápia jó, de gyerekeknél sokkal lassabban működik. A rendőrség nem fogja kifizetni. Nem érdekel, Bass. Legutóbb, amikor magára hallgattam, a fiú majdnem megölte magát. Nem mondtam még, hogy a főnököm holnap szét fogja rúgni a seggemet? Nézze, ezt én már biztos, hogy végigcsinálom, oké? Akár fizeti a rendőrség, akár nem. Ha most abba hagyom, Luke-nak vége. Mi csinál esténként? Tessék? Esténként, vagy a szabad idejében. Mondjuk jégkrémet zabál, vagy táncolni jár, lepkéket gyűjt, na? Miért akarja tudni? Számít ez valamit? Kíváncsi vagyok. Jézusom, ugye nem akar velem randevúzgatni? Ami igaz, az igaz. Nem. Maga mit szokott csinálni? Régi fekete-fehér filmeket nézek. Lássuk csak. John Wayne. Bogart. Talán lazíthatunk ti. A titkárnő a Winfield cégnél végre rájött, hogy mi hiányzik a széfből. Mi? Hiszen Winfield végrendelete, melyben az utódlásról rendelkezik arra az esetre, ha egy partnere meghal. Lehet, hogy tévedek, de napok óta sehol sem találom ezeket a papírokat. Nem lehet, hogy van belőle még egy példány Winfield ügyvédjénél? Mr. Winfieldnek nem volt ügyvédje. Scott maga volt ügyvéd. Jogi egyetemre járt. Nagyon értett hozzá. Köszönjük, Joanne. A vállóperes ügyvédem is Scott volt. Nagyon jó barátok volt. Mi van a papírjaival?
És kiörökli a céget? Azt hiszem magával vittem, mivel át akarta írni. Miért? Scott azt mondta, én is tulajdonos leszek. Ezzel Winfield partnere Konrád is egyet értett? Hát persze, hogy egyet. Jól kijövünk egymással. Scott nem akart megváltoztatni semmit. Dehogy nem, Curtis, te is tudtad. Sajnálom. Scott szerette Bobbit, mégsem ajánlott fel neki partnerséget. Nem emlékszel a győzelem napjára? Horgászni mentünk. Te, én és Oz. Scott akkor beszélt először róla. Bobby, én nem voltam ott. Viktóriába mentünk Valerivel. Mindkettőnket érdekelnek az antik tárgyak. Úgy összezavarodtunk Scott halálától, hogy Bobby képzelődik. Vannak másolatai a papírokról? Igen, azt hiszem. Bocsásson meg. Oké. Lássuk csak. Ebben az áll, hogy Scott Winfield halála esetén Kurt Conrad egyedül jogosult átvenni a céget. Tizenhat háztömnyire innen volt egy kis dolgom, gondoltam beugrom. Jöjjön be. Úgy néz ki, mint egy több hetes vízi hulla, Mr. Bass. Hát sejtettem, hogy nem nézek ki jól. Fáradtnak látszik. Van ilyen. Egyszerre négy gyilkossági ügyben nyomozok, plusz egy gazdag orvos hullája után kutatunk az öbölben, akinek a barátai a fejemet akarják, a Scott Winfield ügyben pedig 8 éves a tanúm. Azt hiszem, öregszem. Mondanom kellene valamit? Nem, egyáltalán nem kell. Milyen régen van már egyedül? Hivatalosan? Uh-huh. 4 hónapja. Maga? 4 éve. Felügyelő úr. Hívjon csak T-nek. Rendben, T. Bass. Mit jelent a T? Taszító. Sajnálom. Nincs kedve elnyújtózni és tévét nézni. Miért? A hosszú búcsút adják éjfélkor. Nem szoktam tévét nézni. Bikol csókolózik benne Bogárta. Istenem, ez sem túl rajta mielőbb. Ne, várjon egy percet. Késő van, ideges vagyok. Lehet, hogy nem tudom, mit csinálok, de per pillanat csak egy valami érdekel. A puszta szex, semmi más. Így van, pontosan. Gyerünk. Ó, semmi... Meghitt beszélgetés, séta éjjel a csendes esőben, semmi romantika? Az nem az erősségem, viszont az ágyban egész jó vagyok, ha jól emlékszem. Lehet, hogy hülye vagyok.
Talán azért, mert már 4 éve elváltam, és lehet, hogy nagyon fogom magam utálni holnap reggel. De inkább majd máskor. Honnan veszi, hogy lesz újabb alkalom? Jó éjszakát. Ez a Jolly Roger húkkalósz hajója. Igen. Látom a halálfejes zászlót. Hol van Hook kapitány? Valahol ott, a sötétben. Ezek Hook emberei. Itt van Smee, a másodkapitány is. Mindenfelé Pétert keresik. Miért, Luke? Miért keresik annyira Péter Pánt? Azért, mert tudja a titkot. Hol van Péter? Most mászik fel a hajó oldalán. Hook elfogta Johnt és a többi fiút. Smee odakötözte Johnt a hajó árbóchoz. Hook pedig azt mondja neki, hogy barátom Smee, gyere csak ide! Smee oda megy. Johnt elfogták, a kapitány nevet, és kezet fog a nővel. Siess, Péter! Várj, azt mondtad nővel? Milyen nővel? Smee, a másodkapitány egy nő, ki az? Nem emlékszem. Próbáld meg, Luke, ki az a nő? Nem emlékszem, hagyjon békén! Hello. Nagyon utálta magát ma reggel? A tegnap estére céloz? Azt hiszem, talán egy kicsi rámenős voltam. Igen, az volt. És utáltam magam. Hogy halad a gyerekkel? Jól, most az ő tempójához igazodom. Akkor nekem nem maradt más választásom. Velem kell jönnie. Soha életemben nem hagytam még ott a munkahelyen napközben. Aha, akkor ezután már egészen sötét dolgokat fog elkövetni. Itt lakik? Éjszakánként és vasárnap igen. Francia Brie. Pesgő. Jeges Kály. Azt hittem, nem eszik olyat, ami külföldi. Paté, libamáj. A sofőrünk. Köszönöm. Mit köszön? Mindent. Ahogy tegnap viselkedett. Mi történt a házasságával? Én is úgy kezdtem, mint bárki más. Gyerekeket akartam, szép házat. Jóval a 104 gyilkossági ügyem előtt, nemi erőszakok, bántalmazott gyerekek, és egyéb mocskos szörnyűségek előtt. Önvédelemből öltem én is. Sajnáltam. Aztán elkezdtem elmesélni ezeket a feleségemnek is, aki nem bírta tovább elviselni. 24 órát dolgoztam naponta. Csődbe ment a házasságom. Megfogdostam a pincérnőket, kivertem a gyanúsítottak egész fogsorát,
egy nap aztán rájöttem, hogy olyan vagyok, mint ők. Barlang lakó. Ez a hajó azért nem egy barlang. Julia Child főz magára? Ó, nemrég elkezdtem szakácskönyveket böngészgetni. Valóban? Meg az... indián művészetet, az most menő? Menő? Nem soká olyan leszek, mint azok a belvárosi jápik. Ne. Szerintem csak megpróbálja visszaszerezni azt, ami elveszett. Bász, miért jöttünk ide? Miért van az, hogy a rendőrök és a pszichológusok folyton kérdéseket tesznek fel? Ez csak a természetes érdeklődésünkből fakad. Keresek valakit, aki segíthetne nekünk. Gyönyörű ez a hajó. Ugye gyönyörű? Szerintem is az. Scotty és Valerie azt akarták, hogy költözzem hozzájuk. Miután Ellie meghalt, de ez olyan, mint egy ketrec. Nem nekem való. Én itt érzem jól magam. Uh-huh. Mr. Winfield, elmentek a győzelem napján vitorlázni Bobby Palaszekkel, Kurt Conraddal és Scottyval? Igen. Nem, hogy is volt az? Kurt nem jött el, mert Vancouverbe ment. Victoria államba. Uh-huh. Hallott arról, hogy a fia Bobbynak ígérte az üzlet egy részét? Igen, persze. Scotty nagyon szerette. Bobby pedig igazán megérdemli. A fiam megosztotta mindenét a barátaival. Annyira jó szívű volt, hogy alig tudta kirúgni a régi titkárnőjét. Felmondott neki? Miért? Azt nem tudom. De talán... azért, mert Valeri arra gondolt, hogy ő és Scotty... És így volt? Hát én nem tudom. Kérdezze meg Valeritől. Vagy Sharontól? Igen. Talán Sharon megmondhatja. Köszönjük. Roy, majd utána néz ennek a Sharon Obenonnak. Nagyon köszönjük. Hogy halad az unokámmal? Nagyon lassan, de ez így szokott lenni a gyerekekkel. Értem. Maga szerint tényleg látott valamit? Ha látta a gyilkost, az a kép hosszú ideig kísérteni fogja. Ó, tudom. Ez valami iszonyat. Borzalmas tragédia. Tudja, Mr. Winfield, ha bármikor úgy érzi, hogy beszélgetni szeretne velem a problémáiról, nagyon szívesen segítek, ha tudok. Ó, nagyon kedves magától, köszönöm. De már van egy pszichológus, akit a gyerekek ajánlottak. Köszönöm. Jill, mondd meg a fiúknak, hogy ma nem tudok elmenni velük focizni, dolgoznom kell. És azt is mondd meg, hogy majd bepótoljuk, oké? Aztán mindig állja a szavát? Azt tuti. Nem is tudtam, hogy fiai vannak. Sosem kérdezte. És magának vannak gyerekei? Nincsenek. A gyermekpszichológus gyerek nélkül. Igazán nagyon köszönöm ezt a szép napot, és kívánom, hogy megtalálja Sharont. Ó, nézd, nem akartam megbántani azzal a gyerek dologgal. Á, felejts el. Nem, mert tudom, hogy megbántottam. Tényleg nem érdekes. Várjon egy kicsit, mi a fene van magával? Tesi? Képes volna ágyba bújni velem, de a titkait nem akarja elárulni. Vannak tabu témák, bassz, oké? Mit mondhatnék? Szerettem volna gyereket. A férjem is nagyon szeretett volna. Sokáig próbálkoztunk. Aztán kiderült, hogy nem lehet gyerekünk. Miattam. Végül elhagyott egy 120 kilós hatalmas tehénért. És tudja, mi a slusszpoén?
A nő nem akar gyereket szülni neki. Ő pedig nem bánja. Gondold azt, hogy a tengerparton. Olyanok vagyunk, mint a kamaszok. Annál jobb. Tengerpart és a homokban kamaszok csókolóznak. 201-es. Bász, Hickman nyomozót üzeni, hogy a búvárok megtalálták annak az orvosnak a hulláját. Ó, és jelentkezett az az elveszett neki titkárnő is. Hogy érzi magát, Miss O'Bannon? Elég jól. Csak megpásztam. Nem túl jó pont az új munkahelyemen. Igen, a főnöke azt sem tudta, hol lehet. Ki mondta, hogy hívjon fel bennünket? Bobby Palaszek. Régebben találkozgattunk, és... Régebben? Ugye nem bujkált előlünk O'Bannon kisasszony? Hogy érti azt, hogy bujkáltam? Itt voltam a mamánál. Beteg vagyok. Meddig volt Scott Winfield titkárnője? 3 évig. És miért rúgta ki? Hát nem rúgott ki, felbottam. Valami újabbra vágytam. Scott rendes főnök volt. Sajnálattal hallottam, hogy mi történt. Miért rúgott volna ki? Azért, mert Mrs. Winfield azt hitte, hogy magának viszonya van a férjével. Tévedett. Hát ez óriási, nagyszerű. Ezzel a Sharon O'Bannon elmélettel nem mentünk messzire. Hazudott. Honnan veszed? Mióta írnak fel nyugtatót influenzára? A recepten a gyilkosság utáni dátum van. Valium. Köszönöm, Miss Marple. Talán még a recepten lévő orvos nevét is megjegyezted? Hákline, Bellevue. Sharon titkol valamit. Az anyja igazolta az alibiét. Ágyban volt a gyilkosság éjszakáján. Viszont ő is csak egy nő, és Luke valami nőről beszélt, aki benne volt a gyilkosságban. Várj egy kicsit, ezt nem mondtad, nem beszéltél a nőről. Azért, mert nem voltam benne biztos. Azt mondta, hogy egy nő Hook barátja. Mikor mondta ezt neked? Ma reggel. Gyerünk. Luke-hoz akarsz menni? Te hazamégy, én pedig megkeresem Dr. Klein Bellevue-ben. Beszélnem kell Luke-kal ma este Sharonról. Tudnom kell, hogy tényleg egy nő van-e benne. Hogyan kezdett el erről beszélni? Úgy, hogy egy kicsit kifaggattam. Miért van az, hogy ha kissé keményebben fogjuk, akkor hajlandó együttműködni? Pardon, beszélni. Te vagy a pszichológus, vagy én? Nagyon kötődik hozzád, sőt, az igazat megvalva lassan te leszel a mamája. Mert olyan anyaszerű vagyok. És aztán? Lehet, hogy csak azért beszélget veled, mert meg akar tartani. Lehet, de nem hiszem. Viszont a tárgyaláson ezzel nem sokra fogunk menni. Én bízom Luke-ban, Bász. Akár bízol, akár nem, egyelőre nem sokra mentünk a vallomásával. Igen! És a többiekkel sokra mentél? Oké. Beszélj még egyszer Luke-kal, de utána feladom ezt a vonalat. Sürget az idő, hölgyem. Tud valamit, Bász, ahogy Sharon O'Bannon is. Péternek fel kell mászni a Jolly Roger oldalán, hogy belásson a kabinba. Mi van a kabinban? Egy nagy ágy is. Kinek a kabinja ez? Luke. Nem tudom. És Péter benézett az ablakon.
Mondd el, hogy mit látok. Nem. Nem, nem akarom. Rendben, végeztünk. Ez volt az utolsó kép. Most vagy engedelmeskedsz Dr. Hollinsnak, vagy soha többé nem találkozhatsz vele, csak rajtad mi? Múlj. Szórakozik velünk. Még nincs vége a terápiának. De vége van. Péter felmászik a kabin ablakba. És meglátja a mamáját. Csókolózni. A gonosz húg kapitánnyal. Mit jelentsen ez? Mit művelnek a fiammal? Ez egy terápiás technika, Mrs. Winfield, hogy amivel... jön ide az én szexuális életem? Dr. Hollins eredményeket ért el. Ez beteges. Nem vezet sehová, és nekem elegem van belőle. Anyának joga van beleszólni ebbe, felügyelő. Azonnal hagyják el a házamat. Gyerünk. Mrs. Winfield, kérem, én csak segíteni nem, akarok. Mama! Viszontlátásra. Mindent megteszek. Hipnotizálhatnak is. Kérem! Elég volt. Menjünk. Bász, szerintem most már elmondaná, amit látok. Nézd, egyetlen törvény sem kényszeríthet egy anyát arra, hogy ehhez hozzájáruljon. Hát ez egy 8 éves fiú, aki a saját anyát keverte gyanúba. Ha most tovább feszítettük volna a húrt, nem értünk volna el vele semmit, és már a hullaházban kéne lennem az orvosnál. A fiú a páciensem. Ebbe te rángattál bele. Nagyon megszeretted. Legalább annyira ragaszkodsz hozzá, amennyire ő ragaszkodik te hozzád. Egy óra múlva felhívlak. Ha nem vagyok túl indiszkrét, uram, talált valamit Sharon O'Bannon orvosánál? Sharonnak influenzája volt. És ki volt borulva. De hogy miért, arról nem világosított fel. Igen, ő az. Jöjjön, kérem. Azonosították. Aki itt fekszik, nem más, mint a népszerű Dr. Harris Gold. Azt hittem, könnyebb Atlantis megtalálni, mint őt. De legalább ezen végre túl vagyunk. Lassan a testtel. Ezt hogy érted? Vízbe fulladt, nem? Nem fulladt vízbe. Leszúrták. Egy horoggal. Épp úgy, ahogy azt a múlt heti pasast. Sharon? Oké, ellenőrizzétek, merre járt Iván Decker, Giulia Fiori, Palace Conrad, az egész bagázs. Rendben. Minél előbb? Gyerünk, nézzünk utána. Gyerünk, itt oda. Nincs semmi baja? Szerencsére nincs, viszont pokolian fog fájni a feje. Adtam neki nyugtatót, menjen haza, feküdjön le, és pihenjen. Oké, hallottad, mit mondott?
Gyere, hazaviszlek. Nem, majd egyedül hazamegyek. A kocsi tropára ment. Megölték őket, mert valamit tudtak. Hát Sharon talán. Az anyja lehet, hogy csak megzavarta a gyilkost. Így ne... Óvatosan így jó lesz. Kényelmes? Mi a fene? Látod ezt, Bász? Ketten egy ágyon? Van valami háló inged? Sosem használok. Nem tesz semmit. Nem követett az az alak? Nem látott meg? Nem tudom. Nem láttam az arcát. Csak a horgot. Tudod mit? Veled szeretnék maradni. Akarsz pizsamát? Haló? Igen, én vagyok. Mi történt? A rohadt... Azonnal adják ki a körözést! Igen, igen, jövök. Luke Winfield elszökött otthonról. Én is veled megyek. Te itthon maradsz. De hát ez egy pszichopata gyilkos, és ha Luke ismeri, akkor ő is óriási veszélyben van. Tudom. Maradj nyugtan. Feküdj vissza. Így jó lesz. Orvosi parancs. Most pedig bezárod az ajtót, és nem eresztesz be senkit, amíg vissza nem jöttem, világos? Te most hová mégy? A Winfield házba, és felhívlak, ha odaértem. Luke vissza akarta hívni Dr. Hollins, de Valerie nem engedte. Azt hittük, hogy felment a szobájába. Mikor tűnhetett el? Én nem is tudom. Már sötét volt, amikor felhívott, úgyhogy nemrég a... Én elmegyek és megkeresem. Ezt nyugodtan ránk bízhatja, Mr. Winfield. Körülnézek a szomszédban. Talán itt lesz valahol a tónál. Valerie majd segít maguknak. Csinálnom kell valamit. Mit tudsz Palaszekről és Konrádról? Keressük őket, de még nincsenek meg. Értem. Egyébként azt hiszem, a nő értesítette őket. Nem lehet, hogy elrabolták a gyereket? Erre semmi nyom nem utal, de ki tudja. Épp női holttestet találtak ma délután egy lakásban a Queen Anne Hillen. A rendőrség feltételezi, hogy a gyilkos még a környéken kószál. Bász? Én vagyok az Dr. Hollins. Luke, honnan beszélsz? Apa irodájából. Nem tudtam máshová menni. Megtaláltam a konyhaasztalon a kulcsokat. Biciklivel jöttem. Tudja még valaki, hogy hol vagy? Nem. Jól van. Oké, most maradj ott, ahol vagy, rendben? Valakit odaküldök, érted? Ne, maga jöjjön, kérem. Nem akarok senki mást. Próbáljuk meg a hipnotizálást. Tudom, hogy most sikerülni fog. Luke, ezt nem szabad. A mamád nem engedi meg. Félek. Szükségem van magára. Biztos, hogy most menni fog. Kérem. Oké, várj meg. Mindjárt ott leszek. Várjon rám! Rendben.
Luke? Hello. Min gondolkozol? Hogy még sohasem ettem áncsovis pizzát. Hát, majd én egyszer meghívlak egyre. Oké, benne vagyok. Miben, a pizzázásban? Nem, a hipnotizálásban. Ne sokat vár tőle, Luke. Mikor apát megölték, kiabálnom kellett volna. De nem tudtam. A hipnózis segíteni fog. Én tudom. Tudtam, hogy Scottnak van valakie. Szegény Valerie. Végig Giuliára gyanakodtam. Giulia okos volt. Giulia dolgozott. Benne volt a klubban Körtel és Bobbyval. Én meg nem. Díszfeleség voltam. A férjem feltett egy talapzatra. És azt hitte, nem tudok róla, hogy félre-e fél. Kivel volt viszonya? Sharon O'Bannonnal? Azt mondta, hogy már vége. Ám kirúgni nem akarta, ó nem, mert az nem tisztességes. De én rávettem. Hogyan? Megölte a férjét, Mrs. Winfield? Nem. Annál sokkal rosszabb. Miért van kikötözve? Hogy ne tudjon elszökni. Végig kell néznie. Mi a probléma, Luke? Mi történt? Mondd el, mit láttál? Nem láttam! Nem akarom! De muszáj! Nem kiabáltam! Nem voltam rá képes! Láttam, hogy mi történik, és csak álltam. Nem, nem, nem volt más választásod. Akkor nem, de most már kiabálhatsz. Kicsoda, Hook kapitány? Azonnal el kell innen mennünk. Siess, Luke. Teljesen megőrültem. Csak arra tudtam gondolni, hogy Scott azt a nőt simogatja, miközben tisztességről prédikál. Vissza akartam vágni. Hogy vágott vissza? Keresett egy szeretőt, ugye? Igen. Ki az, Mrs. Winfield? Meg kell értenie. Scott túl erős volt ahhoz, hogy megbántsa. Muszáj volt, hogy csinálj. Ki az? Enélkül nem fogja tudni kinyitni. Hook kapitány! Nem voltak a kulcsok a szokott helyükön a konyhában, úgyhogy tudtam, hol kereselek, Luki. Egyáltalán nem lepett meg, hogy elloptad a kulcsot. Apád is lopott. Igen, az apád. Ezt mind tőlem lopta.
Mikor Scott anyja meghalt, Oz nagyon el volt keseredve. Teljesen kikészült. Scott talált egy pszichiátert, aki segített. Oz olyan magányos volt, és erős, mint Scott. És itt volt. Keressétek meg Oz Winfieldet. És együtt megölték a férjét. Nem, nem. Elmondtam Scottnak, hogy mit csináltam, és hogy szeretem őt. De Ozt is. Azt mondta, Oz beteg. Csak zavart. Azt mondta, pszichiáterhez járt. Ki volt az? Dr. Gold vagy ki? Harris Gold? Igen. Add ide a rádiót! Van ehhez a helyhez kulcsa a nagyapádnak? Azt hiszem, van. Oké, add ide a te kulcsodat. Gyorsan, mozgás! Most bújj el így, Luke! Figyelj rám, bújj el és meg se moccanj! Jó. Örülök, hogy Luke nem fogja látni. Mr. Winfield, ha most megöl, egész életében bánni fogja. Gondolja legalább az unokájára. Sajnos őt is meg kell ölnöm, de csak maga után. Hallgasson rám. Figyeljen ide, én segíthetek. Hogy segíthet? Úgy, ahogy az a Dr. Gold akar segíteni. Dr. Gold? Igen. Tudja, Scott, hát akart ejteni. Ezért keresett egy orvost, aki hajlandó volt elmegyógyintézetbe küldeni. Meg kellett szereznem azokat a papírokat. Tehát ezért jött ide akkor éjjel? Jól ráijesztettem. Hát, szerencse, hogy így ráijesztettem. Mert így nem mert elmesélni senkinek. Senki sem tudott róla, csak ő meg a doktor. És Sharon O'Bannon? Ja, mert ő hozzáérkezett a posta. Még nincs késő. Még győzhet, ha abba hagyja. Én csak egyet tehetek. Ha nem akarom a hátra lévő életemet rács mögött tölteni, meg kell ölnöm a vadászokat. És ön, hölgyem, az egyik vadász, ha nem tévedek. Nem láttad Winfieldet? Erre nem járt. Nem erre jött. A ház melletti egység látta, amint elindult éjszaknak. Gyalog? Mi van éjszakra? Ó, a jachtgyártó üzem. Indítsd be azonnal azt a hajót! Oh!
Ez sikerült! Ez itt a nagyapám. Kérem, ne bántsák. Jól vagy? Igen. Azt hiszem csak, ahogy is szokták mondani, felületi sérülés. Mindjárt hívom a mentőket. Ma már egyszer volt velük dolgod. Gyere! Igen, ha akarod. És ha ma már is beleegyezik, Luke, lehet, hogy én is rajzolok neked. Magyar hangok. Molnár Zsuzsa, Kristóf Tibor, Szalai Csongor, Gruber Hugó, Kis Erika, Balázsi Gyula, Rosta Sándor, Mikula Sándor, Juhász György, Szalai Krisztina, Faragó József. Magyar szöveg Moduna Zsuzsa, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkron a Driving 2000 megbízásából a Szinkron Stúdióban készült. Producer Csaba László.